akár a vadonatúj műsor készül, amelyhez várjuk a jelentkezéseiket. Szeretnénk, ha írnának nekünk az ismert címünkre, illetve e-maileket is szeretettel fogadunk, ha szeretnének vendégül látni két napra, egy éjszakára valakit, akit ismernek az RTL Klub adásaiból. Ez lehet például Verebes Pista is, vagy én, vagy... Én már elkeltem. Igen? De elfogtunk egy levelet. Na! De ez egy igazi levél. Csak én fogtam el, neked címezték. Kedves Jáksó László, az előző adásban szomorúan hallottam, hogy még nem kelt el. Emberbaráti érzésektől vezérelve úgy döntöttem, hogy családommal együtt örömmel fogadnám önt otthonomban. Ez természetesen azt is jelenteni, hogy részt venne mindennapi életünkben, elkísérne a munkahelyemre, és sajátos, csak is önre jellemző képességeit a város vezetésében is kamatoztatná. Első átlagos munkanapján többek között az alábbi programpontokra számíthat. 6 óra. Beszállási kísérlet a szolgálati BKV szerelvény vezetőfülkébe. Igény esetén szippantós kocsi is bérelhető. 7 órakor a fővárosi türelmi zónák kijelölése az összes érdekelt polgármesterrel egyetértésben. 9 órakor a főpolgármester helyettesítése az olimpiai pályázat előkészítő bizottság ülésén, ebből az alkalomból olimpiai fülkarika ünnepélyes átadása az illetékes minisztere. 11 órakor a budapesti csatornahálózat állapotának személyes ellenőrzése, szúrópróbaszerű mintavétellel. 14 órakor egy fővárosi közkórház új szépészeti és álplasztikai szárnyának megnyitása. 16 órakor az aznapi 712.618 lakossági bejelentés, panasz és javaslat átolvasása, véleményezése és megválaszolása. 19 órakor közvetlen baráti hangvételű vacsora elfogyasztása hajléktalanok egy csoportjával a keleti pályaudvar metró aluljárójában. Őszintén bízom benne, hogy ajánlatom megnyeri tetszését, a mielőbbi találkozás reményében szívélyes üdvözlettel, Demszky Gábor. Ezt te írtad? Nem. A Demszky. Néztem közben, ezt fejlécés papír. Demszky írta, ezt egyet kihagyott a Demszky úr, mert ha én meghívnálak, én például elvinnélek látogatásra az összes eddigi feleségemhez. Ezt ő is megfelelti. Akartam mondani, hogy az... De kollégám, ebből a szempontból kollégám.